festészet művészetének két alapvető koncepciója érvényesül a művészettörténetben, mivel ellentétesek, egymást alternatívájaként jelennek meg, egymást kiszorítják, helyettesítik, a festészet történetében egymást látszólag felváltják. Az egyik, amely az újkor kezdetén került előtérbe, s vált évszázadokra uralkodóvá, racionális módszernek nevezhető, mert a valóság a látvány elemzésén alapul, és egy mesterséges valóság megkonstruálását jelenti. Legfontosabb eszköze a geometria. Legyen a konstrukció tárgya, a látás perspektivikus struktúrája, vagy az úgynevezett konstruktivizmus irányzataiban valamely építménynek, esetleg gépezetnek mechanikája. A másiknak nem a szerkezet elemzésén, és ezzel működése elveinek utánzásán, hanem valamely egész összhatás, szín és forma elemi erejének érvényre juttatásán kell alakulnia. Úgy tűnik, történelmileg is, meg az emberi élet szakaszainak egymás utánjában is ez a régebbi forma, tehát bátran mondható primitívnek és ősinek, vagy gyermekinek és naívnak is. Schwierkiewicz Robert ezt az itt másodikként említett utat választotta, vagy talán helyesebb így kifejeznünk magunkat, ez felelt meg művészi tehetségének, hajlamainak. Szemben a racionális elemző festői módszere, ezt a festészet nevezhetjük misztikusnak is. Magam elsősorban középkor kutató művészettörténész lévén, talán némi tapasztalaton alapuló joggal beszélhetek erről. Mindenki, aki a középkor művészetére specializálódott, ismeri azt az érzést, amely tanástalanságnak és zavarodottságnak mondható, és amely főleg abból ered, hogy alapvetően a művészetnek konstrukcióként való modern felfogásából, mint közkeletű elgondolásból kiindulva, nehezen találunk fogást ezen a misztikus alkotási módon. A probléma hasonló, mint a nyugati kultúrától idegen elveket és kommunikációs szokásokat követelő, és ezért távolinak tűnő, egzotikusnak mondott kultúrák esetében. Alapvetően igazságtalan ezeket a magas kultúrákat marginális jelenségekként tekinteni, legfeljebb annyi igazolja ezt az eljárást, hogy tényleg mindenfelől körülveszik a számunkra otthonosnak tűnő, de kisebb területet. És ne felejtjük, marginális jelenségé vált, mert idegenszerűvé vált a magunk történelmi múltja is. A középkori szerzők is az életfelfogás alternatív módjaként ajánlják a misztikát. Azt állítják, a legnagyobb, a végső igazságokhoz nem a külső, az úgynevezett reális világ megfigyelésének, az antikvitás óta folyamatosan felhalmozódó tapasztalataim, hanem az ember belső világába tekintve juthatunk el. A műalkotás szemlélete ennek a belső világnak támasza lehet, emlékeztető arra, amit szóval csak nehezen, dadogva tudunk kifejezésre jutani. A Königsnürgen Múzeum őriz egy 14. századi Krisztus a kereszten rajzot, egy kézirat illusztrációját, amelyet egy apáca vörös festékkel maszatolt be, mert így tudta kifejezésre juttatni imádott üdvözítőjének véres mártírián érzett megrendülését és együtt szenvedését. Ne feledjük, véres lenyomat egyszerre erekje és monotípia a veraikon, vagy a torinói lepen is. Erekjék és tanúságot tevő műalkotások, ezeknek önkényes, primitív, kreativitású, indulatos megmunkálásai, mint befogadásuknak és egyéni vétételüknek különös módozatai jelzik ennek a szemléletmódnak jelenlétét. Sokkal gyakrabban, mint gondolnak. Még a képek eltorzításai, erőszakos csonkításai, a hatalmukkal szemben rombolással fellépő protestakciók vagy elhárító cselekedetek is egészként, elemezhetetlen alakzatként való differenciálatlan hatásukban lehetik magyarázatuk. Az imént említett és konstruktívnak jellemzett másik képfelfogás szempontjából értelmetlen és botrányos aktusok jelezte felfogás, egyáltalán nem olyan ritka, mint gondolnánk,
és az európai középkor különösen korábbi szakaszainak művészet felfogása egész művészi kultúrák hasonló szemléletmódjában talál párjára. Svielkevicset ezek közül különösen az indiai és a tibeti, és a távol-keleti művészet értelmezés és kreatív praktikák foglalkoztatják. Ennek az itt misztikusként jellemzett művészet felfogásnak és képi funkcióknak megvannak a maguk támaszai, mert alternatív szemléletmód létükre világunkban mindenképp támaszra szorulnak. Az egyikről az ősi művészet, ezek folytonosságán alapuló kultúrák példájáról rövid utalásként már szó esett. Szóljunk hát néhány másról is. A misztikának a meditációt szolgáló vizuális alakzatnál hatalmasabb és közkeletűbb ihletője a mitosz és a szöveg. Kérdés. Ezek víziók leírásai és értelmezései? Azaz párhuzamos, megválasztható kifejezési formák-e a képek, a látvány mellett, vagy éppen a látványoknak forrásai? Svierkevics elementáris. A festékanyagban is az általa vonalként, foltként hagyott nyom materialitásában gyökerező festészeti világa láttán hajlunk arra a feltevésre, hogy az irodalmi forma, a szöveg mindenek előtt felszólítás a belső világ felnyitására, a meditációra, amelynek vizuális formája a kép, vagy pontosabban az önmagán túlmutató tánc. Van már segédeszköz is. Az extrém tapasztalat keresése. Svierkevicsnél ilyen szerepet játszanak a happening megszervezett, beláthatatlan, kimenetelű véletlenei. Ilyen a gravitáció leküzdésének kísértő lehetősége is. Ő leginkább a léghajózásban keresett erre, és a gravitációhoz kötött perspektívából való kiszakadásra alkalmas lehetőséget. A nem hétköznapi tapasztalás meghaladásának, az európai kultúrában a 19. század óta hova tovább köznapivá és konvencionálissá vált segédeszközei, az alkohol és a drogok. Baudelaire mesterséges paradicsomaitól, Apollinaire-ig terjednek az ismert példák. Az utóbbitól, Apollinaire-től lehet itt idézni két sort. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie que tu bois comme une eau de vie. Radnóti Miklós fordításában, és úgy iszod, akár az életed elángoló szeszette, akár a pálinkát, iszod az életet. Érdemes felfigyelnünk a szempontokból alapvető és jellemző mondat francia és magyar értelmezésének különbségére, nem csak a pálinkára, hanem a rímre is. És érdemes figyelnünk József Attila árszpolitikájának alig hajlótosító, inkább a valódi művészi indítékot, az ihletet megkülönböztető ismert mondatára is, koholt képekkel és szeszekkel mímeljen mámort mindenik. A hangsúly a koholvány elutasításán, és ellentétben a horáciuszi árszpoétika racionalitásával a misztikus tapasztalat hitelén van. Svierkevics művészetét sokféleképpen lehetne skatujázni a műkritika és a művészet történetbe vett fogalmai szerint. Elsősorban enformálként, gesztusművészetként, aztán expresszív, esetleg szürrealisztikus, indítatású, happening művészetként. Ismételnünk kell egy mondatot ebben az összefüggésben is. A hangsúly a koholmány elutasításán, a misztikus tapasztalat hitelén van. Svierkevics Róbert ma 70 éves. Kiállításának mottója egy idézet. Az a dilemma, amely a Simone Weil írásainak gyűjteménye magyarul meg. Köszöntsük őt ezen a nevezetes napon, azzal a nyitva hagyott, mert amíg élünk, szükségképpen nyitva hagyandó kérdéssel, amelyet az írónő legjobb magyar értője és visszhangzója, Pilinszky János fogalmazott meg még 1973-ban. Megkaptad végül a kegyelmet? Vagy olyan egyedül maradtál, mint az a férfi, aki tegnap, vagy az a fiú, aki ma? Egy szóval, mint azok a lények, akik számára a világ már semmi más, mint tárgyi bizonyíték. Isten éltesse Robi!
Jaj, bocs, maradjunk. Az egyetlen remény érdessen mindenkit, aki nem látta ezt a fantasztikus akciót a Hársfágokban, hogy annyi kamera csatlogott és annyi videó forgott, hogy szerintem biztosan, ha élő, de nem is, de a múltban megőriztük és archiváljuk. Még egy meglepetéssel készültük a Robina. Szeretnék átadni neki egy tortát, de nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy milyen tortát is lehetne készíteni a Robinak, hogy ne legyen méltatlan hozzá. Végül is arra jutottunk, hogy semmi ne kerüljön erre a tortára, csak a Robi monogramja, meg az, hogy hány éves most. És mindenkit szeretnék megkérni, aki odafér majd a tortához, aki ott van, ahol a kovara, hogy ha van kedve, akkor a Robival kapcsolatos első szót, ami eszébe jut, az írja rá a tortára, és gondoljon rá szeretettel, és mindezzel nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. És utána azt még egyszer átfordított és másznak rá. Pénteket meddig vagytok? Annyi ilyen tanítás van, hogy a világ során mindenki csak.